Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit, én Mics Marci vagyok, mai vendégem Dánielfi Gergő. Szia Gergő, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye 2018-as dal versenybe bejutottál a legjobb négy közé, sőt a zsűri alapján te nyerted meg a versenyt, tehát a pontozás alapján. Egy kicsit, ha erről mesélnél. Hát először én is mindenkit köszöntök sok szeretettel. Igen, ez egy nagyon nagy változás volt az életemben. Igazából nem gondoltam volna azt az elején, hogy jelentkezni fogok a műsorba, de történt velem valami, amit kiírtam magamból, és szerintem ezek a pillanatok a legjobbak, amikor azt érzem, hogy ebben vagyok otthon, és ezt szeretem csinálni, hogy amikor történik valami, én csak zenével tudom ezt kiadni magamból, hogy van, aki ordibál, vagy nagyon sír, vagy nem tudom mit csinál, én pedig lejátszok néhány akkordot, és kiírom ezt magamból. Szóval történt valami, kiírtam, és hát azt gondoltam, hogy ez valamit adhat a nézőknek. Legalábbis annak az embernek, akihez szerettem volna ezt eljuttatni neki mindenféleképpen, és ezzel mind őnek is elmondok valamit, mind én is tanulok, és azok az emberek, akik hallgatják a dalomat, ők is megtapasztalnak valamit, vagy megértik az én álláspontomat. És ez az elején ez egy személyes dolog volt, utána pedig szerintem egy objektívan látható produkciót adtunk elő szerintem, vagy adtam elő, hogy ez már nem csak egy emberhez szólt, hanem mindenkihez. És arról beszélgetünk, amivel eljutottál gyakorlatilag a legjobb négy közé, azt célirányosan erre a megmérettetésre készült, vagy igazából abszolút nem így volt, hogy ez a dal, ez kijött belőled, csak úgy gondoltad, hogy akkor, ha már ez kijött belőled, akkor megméretteted magad. Hát ez úgy kezdődött az egész, hogy írtam egy dallamot, és akkor így valahogy mentem vele. És azt hiszem, november 15 volt, azt hiszem, hogy a határidő november 15 volt, de ebben nem vagyok biztos. Az a lényeg, hogy a határidő előtt 5 nappal körülbelül megíródott ez a dallam, és elküldtem egy barátomnak, akit Völgyesi Árpádnak hívnak, és ő ráírt egy szöveget, és akkor én elmondtam, hogy mit szeretnék bele látni ebbe a dalba, vagy nekem ez mit jelent. És ez volt a legdurvább, amikor én megkaptam ezt a szöveget, akkor nem tudtam elénekelni a dalt, mert annyira sírtam. És akkor körülbelül 3-4 szó jött ki a számon úgy, ahogy ezt kellett volna, többit meg egyszerűen nem tudtam elénekelni. És akkor itt volt az a pillanat, amikor én azt mondtam, hogy jó, akkor ezt most gyorsan vegyük fel ebben a 1-2 napban, és küldjük be. És akkor hála jó Istennek így került be, és így indult el ez az élet, ami most körülöttem van. És az azért is érdekes egyébként, mert hogyha a kedves nézők közül, aki visszaemlékszik, azért ebbe a 2018-as dalba azért tényleg ilyen hipermodern hangszerelt produkciók voltak, és a te dalod pedig úgy tarolt, hogy ez gyakorlatilag egy borzasztó minimál produkció volt abból, és ezt most a pozitív értelemben mondom nyilván, hogy egy hegedű, és egy szál gitár, és ének, és mégis olyan energiák jöttek le a színpadról, hogy az elképesztő, és ezt azért a számok is mutatják, ha csak arra gondolunk, hogy azóta hányan nézték meg interneten, tehát hogy nem minden az, hogy most követjük a különböző trendeket, persze, hanem egy ilyen a szöveg, igen, és a zene annyira együtt volt, hogy azért ez is közrejátszott nyilván, és ez is egy fontos része ennek. És azóta zenekarral játszol, vagyis hát annyira nincs nagy múltja a dolognak, de neked egyébként már akkor határozott elképzelésed volt az, hogy te mindenféleképpen zenekarral szeretnél dolgozni, vagy úgy gondoltad, hogy lesz, ami lesz, sodródsz az árral, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Hát nem, utána nem. Visszatérve az előző mondani valódra egy kicsit, hogy igen, azért akartam ennyire minimál csinálni ezt az egészet, mert tényleg mostanában már szerintem ez a fajta zene kihalóban volt, és szerintem bebizonyítottuk azt, hogy igenis van erre szükség a mai nap ilyen, vagy a mostani, most ebben az időszakban élő embereknek is, hogy nem feltétlen csak az elektromos, agyondobolt hangszerelésű daloknak van helyük. Nem azt mondom, hogy rosszak, mert nagyon szeretem azokat is, csak szerintem amit most képviseltünk, az egy kicsit háttérbe szorult. De hogy most már nem, most már szerencsére kihoztunk egy olyat, hogy nem.
Nem tudom, te emlékszel-e rá, tehát nagy titkot nem árunk el a kedves nézőknek, ugye 20 éves vagy, még csak nagyon-nagyon fiatal vagy, de 1991-ben Friderika volt. Ismerted azt a számot, amivel ő gyakorlatilag persze, a legjobb helyzést? Nekem például az jut eszembe, kinek mondjam el vétkeim, talán ez volt az is egy ugye egy szál gitárral, oboával indult, tehát elkém mai napig szerintem egy borzasztó jó dal, és nekem abszolút az az érzésem volt, amikor ezt a dalt hallgatom, hogy ez annyira betalált, hogy az elképesztő. De ezek szerint egyébként akkor a zsűrinek is, nem tudom, beszélgettél egyébként a zsűritagokkal ott, szünetekbe, vagy utána, hogy ők miket mondtak, amit nem ott mondtak. Igen, szünetekben annyira, hát a műsor ideje alatt nem igazán lehet beszélgetni, meg találkozni, mert ez mégis egy kicsit más, de a műsor után, miután kiderült az eredmény, nagyon, hát mindenkivel azt gondolom, hogy megtaláltam ezt a közös összhangot, és Sejdüttel nagyon érdekes volt a kapcsolatunk, amikor ugye már kiderült, hogy nem én nyertem meg a műsort. Nem mondott semmit, csak rám nézett, persze le voltam törve, és megölelt. És akkor ebben az ölelésben annyi minden volt, nem volt verbális viszonyunk abban a pillanatban egymáshoz, semmit nem csináltunk, csak megölelt, és akkor ebben baromi sok minden volt. Bot Miklós is számomra egy nagyon szimpatikus személyiség volt. Nem alakult ki annyira nagyon szoros kötelék és kapcsolat köztünk, de azt gondolom, hogy mégis valahogy megtaláltuk egymást, és olyan szavakat mondott, olyan mondatokkal bíztatott a műsor után, amit nem fogok elfelejteni. Ugyanez van a Ferenc Károllyal is, mondjuk vele tényleg nem sokat kommunikáltam, de hozzáteszem, hogy tényleg nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ez a zsűri volt, és mezőműsorról nem is beszélek, mert vele szerencsére fel is léptem a saját akusztikus műsorukon, és Misivel nagyon sokat beszélek. És az is eszembe jutott, hogy most nem tudok pontos számot mondani, majd te biztos ki tudsz segíteni, hogy hányszor kellett elénekelni ezt a számot ahhoz, hogy eljuss a legjobb négy közé, így műsorról műsorra? Hát három. Háromszor. És ez milyen? De hogy vagy próbáltál egyáltalán megújulni, vagy lehet, hogy ez a legmegfelelőbb kifejezés, egy kicsit az előadásodon változtatni, vagy úgy, ahogy az idő előre haradtával egy kicsit máshogy eladni ezt a számot, vagy inkább arra törekedtél, hogy mindig ugyanazt a szintet hozzad? Mert azért az se egyszer, hogy kiállsz egy ilyen számot, és ugye háromszor énekled el, hogy akkor azt most hogy tedd érdekesé a közönségnek, vagy a zsűrinek. Igen, ez a legnehezebb benne, hogy zeneileg sem, és vizuálisan sem változtattunk egyszer sem a produkción. Szóval itt csak azt az érzést kellett megmutatni mindig, amit én, amikor leültem azt az egyszer gitárhoz, és kiírtam magamból azt valahogy mindig átadni. Ez baromi nehéz, amikor három adáson keresztül ugyanazt kell megcsinálni, és az első, második és harmadik is hiteles legyen. És utána értem, hogy a harmadiknál azért meg már ott van az, hogy lehet, hogy én képviselem Magyarországot. Szóval, de én azt gondolom, hogy azokat a pillanatokat, amiket meg kellett élnem, azokat megéltem, és nagyon jó szívvel gondolok vissza minden egyes pillanatára. Egy kicsit elkanyarodtunk, nyilván az én jó voltam akkor is a zenekarról. Tehát, hogy bejutott a legjobb négy közé, gondolom neked az mindennél többet jelentett, hogy gyakorlatilag szakmailag mondhatjuk talán, hogy te nyerted meg a versenyt, hiszen a zsűritől te kaptad a legtöbb pontszámot. Akkor már egyből tudtad azt, hogy igen, te most hazamész, és következő naptól kezdve elkezdett szervezni a saját zenekarodat, és nem állsz meg, és igenis színpadra akarsz állni zenekarral, nem fél playback, nem playback, igen. Így vagy úgy, hogy neked ez egyből egyértelmű volt. Egyből. Nehéz volt az elején, mert ugye meg én Kaposváron tanulok a Színművészeti Egyetemen, és ezt valahogy össze kell ezt a kettőt hangolni. Szóval az elején nehéz volt, hogy azért vissza is kell menni a suliba, és megmutatni, hogy igenis a földön maradtam, és csinálom a dolgaimat tovább. De erre vagy ezzel kapcsolatban nem állhattam le, és mindenféleképpen csinálni szerettem volna egy zenekart. Ahhoz képest nagyon gyorsan létrejött ez a production, és én azt gondolom, most kiadtunk három napja, ugyebár nem tudom, hogy ez azért kinek, most, hogy mondjuk ezt el a kedves nézőknek kommunikálni. Igen, mert nem tudjuk már ezt tovább
elrejteni, hogy, hogy nyilván ugye mi beszéltünk telefonon, és összehoztuk, segítettem neked összehozni a zenekart. Ez körülbelül 2 hónapja volt? Hát itt 2 hónapja. Igen, és 2 hónap alatt gyakorlatilag tényleg eljutottunk odáig, hogy kijött egy videóklip, 10-én pedig most megkezdődnek a lemezfelvételek, tehát hogy borzasztó gyors ütemben nagyon folyik a munka, és úgy érzem, hogy eredményes is. De nagyon. Hát ezt inkább te mondom, én mondom el. Igen, hát ez olyan furcsa, hogy nincs előttünk senki, de úgy elmondanám, hogy egy lennének sokan, de tudom, hogy itt a kamera mögött ott vannak is. Ott rejtőzködnek. Igen. Szóval, hogy Marci a szaxofonos is a zongorista a zenekarunkban. A zenebohóc. A zenebohóc, és hát tényleg nagyon boldog vagyok ezzel, hogy így összehozott minket a sors, most azon kívül, hogy ez most így van. És tök érdekes az, hogy most te vagy a műsorvezető, hogy én nagyon örülök annak, hogy a zenekarunk nagyon sokrétű, hogy mindenki másmilyen, mégis egy. És szerintem a közös munkáink, a produkció, a dalok, azok nagyon szépen haladnak, és reményeink szerint nyáron nagyon sok helyen lehet velünk találkozni. És szerintem olyan legfontosabb egyébként, a viccet félretéve, hogy kettőnk között szerintem abszolút az első pillanattól kezdve működtek ezek az energiák, és nagyon egy hullámhosszon voltunk, de hogy szerintem ezt most már a komplett zenekarról elmondhatjuk, és talán ez a zeneiségnél is fontosabb, vagy legalább annyira fontos, hogy emberileg is egy hullámhosszon legyünk, egy irányba menjünk, mert ugye az még nem biztosít semmit, hogy nagyon jó képességű hangszeresek vannak egy zenekarban. Az persze. Még nem biztos, hogy sikerre viszi a hajót. Tehát, hogy emberileg szerintem nagyon egy hullámhosszon vagyunk, és ez nagyon fontos. Nem tudom, ezt te hogy érzed? Hát ez egyértelmű, és persze az elején voltak kicsit gubancok, amikor valahogy hát mindenki máshogy mozog, azt gondolom, de szerintem ezeket a kis gubancokat túl tudtuk lépni, vagy túl tudtunk ezeken tenni magunkat, vagy hogy fogalmazzam. És valahogy, ugye, amikor próbálunk, akkor mindenki egy dolog miatt próbál, és az pedig a zene szeretete is. És szerintem, hogyha ez megvan 2, 3, 4, 5 emberben, hogy tényleg ezt a műfajt ezt szeretjük, és ezzel szeretnénk adni valamit, akkor ott nem lehetnek gondok, és én nagyon boldog vagyok, most is próbálni fogunk ezután menni, és nagyon várom már, és 2-3 nap múlva megveszük a lemezt. Szóval nagyon gyors léptekkel haladunk, és reményem szerint nagyon jó úton, sőt én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. Fél mondattal említetted, hogy a Kaposvári Színművészeti Főiskolán tanulsz, hogy a dal, a 2018-as dal előtt neked már határozott ambícióid voltak arra nézve, hogy te zenész akarsz lenni, énekel, zenével szeretnél foglalkozni, vagy akkor még inkább a színészet volt az erősebb, és azt érezted inkább, hogy hát a színészet felé vonzódsz jobban, aztán majd nyilván a színészethez elengedhetetlen a zene is, hogy ez most egy kicsit a dal óta megfordult, vagy még te se tudod, hogy ebből hogy fogsz kijönni? Nem tudom. Hát amikor kis gyerek voltam, kisrác, akkor egyáltalán nem szerettem szerepelni, hogyha még valakinek be kellett mutatkozni, vagy oviba verset kellett mondani, teljes mértékben kirázott a hideg és utálta. De ez teljesen megváltozott. Most, amit látod, mennyi pénzt lehet vele keresni, nagyon nagyot változott ez a vélem. Így már megszerettem. Igen. Nem. Fúj. Kinek kéne az a sok pénz? Nem a viccet félretéve. Tehát akkor, hogy akkor ez átfordult, és most már sokkal komfortosabban érzed ezek szerint magadat a színpadon. Igen, mert azt gondolom, hogy ha most azt nézzük, hogy vagy én mit érzek, hogy mire születtem, az csak az, hogy én valamit közöljek az emberekhez. Persze más úton is meg lehet tenni, csak így egyszerűbb, meg nagyon, nagyon furcsa az, amikor például egyszer játszottam Claudiust, és annyira furcsa volt a Hamletben az, hogy hát belebújtam egy más ember bőrébe, és egyszer megtapasztaltam azt, hogy ez a Claudius az milyen ember is lehetett. De neki is megvolt az igaza, és én megpróbáltam magamban megkeresni az igazán. És akkor ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, amikor úgy voltam kint a színpadon, hogy éltem, legalábbis volt olyan pillanatom, és akkor teljesen más ember bőrébe bújtam bele, és ez egy nagyon izgalmas élet szerintem, és nagyon szép hivatása a színészet. Hogyha már belegondolsz a szóba azt, hogy színész, színeket idéz,
szerintem gyönyörű. De hogy én most persze egy ilyen műsor után azért az éneklés iránti ambícióim azért egy kicsit megnőnek, ezért is csinálom a zenekart. De nem tudom, mert azt gondolom, hogy az éneklésben jobban meg tudom találni magam, de a színészet pedig egy komplexebb dolog, az minden egyes nap más ember bőrébe kell bújni, az éneklésnél meg saját magamat kell és magunkat kell megtalálni. És a zeneszerzésben egyébként te hogyan működsz? Gondolok itt arra, hogy ezek a dalok így napról nap, mint nap jönnek ki belőled, vagy neked ez úgy működik, hogy leülsz, és akkor már pedig most írni szeretnél egy dalt, és akkor addig nem állsz fel a székről, amíg nem születik meg valami, vagy egyik pillanatra másikra ér valamiféle impulzus, és akkor gyorsan elszaladsz a gitárodért, és akkor megírod a számodat, és az így egybe kijön, vagy esetleg nem egyik nap írsz egy verzét, egy hét múlva eszedbe jut egy refrén, hogy működik ez nálad? Hát szerintem hát így is, úgy is, de szerintem a jó dalok azok úgy íródnak, hogy na most jött egy dallam, és akkor rámegyek a gitáron. Megmutattam a színészi tehetséget. Igen. hogyha most azt nézzük, hogy na én most szeretnék írni egy dalt, lehet, hogy jó lesz, nem tudom, de csak úgy magától szerintem nem úgy jönnek az inspiráció. De nem tudom, hát én biztos, hogy csak úgy írok, hogy jön, és akkor gyorsan meg szeretném írni, és meg is írom általában. És szöveget is írsz egyébként, nem? Szöveget is írok, de most Árpival dolgozunk a szövegeken. De egyébként a Müller Péter Szijjámival is dolgozom. És ez hogy működik, hogy ha te írsz szöveget, akkor előbb van a szöveg, és utána a zene, vagy előbb van a zene, és akkor utána, na jó, most már ezt megírtuk, akkor próbáljunk rá hát előbb írni van. Szöveget hát én úgy csinálom, hogy előbb van a dallam, és utána jön a szöveg. De hozzáteszem, most nagyon jobba kerültem a Novák Péterrel, és reményünk szerint lesz közös projektünk vele is, mint a Szijjámival. Dal után csupa jó emberrel hozott össze a sors, és ennek nagyon hálás vagyok. De mi volt a kérdés? A dalszöveg. Hirtelen engem is megérzett. A dalszöveg abból a szempontból, hogy az előbb íródik-e meg, mint maga a dal, vagy először születik meg a fejedbe a dal, és utána írsz rá. Sajnos, vagy nem sajnos, én eddig mindig úgy csináltam, hogy megvolt a saját magam dallama, és én írtam, vagy valakinek átadtam, és írt rá egy szöveget. Nagyon szívesen kipróbálnám azt, hogy milyen az, amikor én kapok egy szöveget, és zenésítsen meg. Adok neked műsor után itt a kocsiba van, a kesztyű tartó tele van. Szívesen. Jó, még van ám kérdésem, nem folytam ki. Egyébként a viccet érve, sajnos a beszélgetési időben már nincsen sok. A tervekről, hogyha egy kicsit mesélni, akár most a színészetet nézzük, hogy azt hogyan képzeled el, hogy ez a zene mellett milyen szerepet játszik az életedbe, és a zenekart mondjuk egy fél évre, évre előre, hogy hova szeretnél eljutni? Hát én mindig nagyon maximalista vagyok, hogy amikor beküldtem a dalt, meg bekerült, akkor csak azt gondoltam, hogy itt muszáj megnyerni. Legtovább menjünk. Uh-huh. Hogy az is nagyon nagy öröm és boldogság, hogy bekerült a dal, de szerintem csak úgy lehet akármihez is hozzáállni, hogy igen, hogyha már mi ott vagyunk, akkor mi vagyunk a leghitelesebbek, legjobbak. Szóval, hogyha most a terveinket nézzük, akkor szintén ugyanez, hogy minél több emberhez el szeretném juttatni a dalokat, és persze koncertek, nagyobb koncertek, és egy év múlva ki tudja, hogy hol leszünk, de én nagyon reménykedem ebben az egészben. És a színészetet, ami a színészet, illeti? Ezt tovább csinálom. Szerencsére Kaposváron ezt tolerálják, és én is megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy ne csalódjanak bennem, és ott is amit meg kell csinálnom, azt megcsinálom. Szóval azt is csinálom tovább, és utána majd úgy is elválik, hogy melyik út. De én nagyon reménykedem abban, hogy most ebben az éneklésben megtaláltam azt, ami nekem kell, és amivel el tudunk jutni oda, ahova kell. De már a színészetben is voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy ez nagyon közel áll a szívemhez, és szeretnék vele többet foglalkozni. Szóval nem tudom, de szerintem a kettő többféleképpen is összehozható. Egy, lehet a kettőt egyszerre csinálni,
nem tudom, hogy a társulati tag vagy, akkor nem tudom, hogy az hogy lehet összehangolni, de szerintem talán akkor is, de ez nem biztos, de az ennyi, hogy a színészetet és az éneket lehet egyszerre csinálni. Kettő pedig, hogy szerintem eléggé közös egy színészet és egy éneklési viszony. Hát igen, nyilván a színészet ez elengedhetetlen. A zeneit nyilván az a kérdés, hogy valóban ezt mennyire tudod összehangolni, mert hogyha itt ugye elindulnak a koncertek, stb., akkor nyilván, hogyha a társulati tag vagy, ezt elég nehéz kivitelezni. Így a beszélgetés vége felé, hogyha arról mesélni, hogy hol lehet a kedves nézők, hol tudják nyomon követni koncerteket, ugye az új videóklipet megnézni, hogy hol tudnak találkozni. Hát most mondhatom. Az oldaladon. Az enyémben nem. De hogy hol lehet ez? Hát a mai napi világunkban már általában mindenkinek van közösségi oldala ott. YouTube-on is rajta vagyunk, nem sokára Spotify, hogyha ilyeneket lehet mondani. De hát most adtuk ki 2 napja vagy 3 napja az legújabb dalunkat, amiben Marci is már játszik, és zenekarként működünk együtt. A szám címe? A szám címe Ne félj. Ne félj, igen. Én tudtam. Csak kíváncsi voltam, hogy te biztos, is tudod. Biztos. Te is tudod. De azon kívül pár hét, egy-két hét, és minden világosabb lesz, és ezt közölni fogjuk, hogy hol fogunk fellépni. Hát igen, tényleg nagyon felgyorsultak az események, és borzasztóan gyorsan történik minden, mert tényleg gyakorlatilag 2 hónapja beszéltünk először, és most már videóklipről, igen, közös videóklipről beszélgetünk. Lemezről, koncertdátumokról, tehát folyamatosan frissül ez az oldal, és ezt nyomon tudják követni a kedves nézők. Gergő, nagyon szépen megköszönöm, hogy elfáradtál ide a stúdióba, beszélgettünk, és sok sikert köszönöm kívánok szépen a zenekarodhoz, és egyben magamnak is. Viccettél félretéve, tényleg nagyon sok sikert kívánok, és remélem, hogy akár a színészetbe is nagyon messze és nagyon nagy magaslatokba el fogsz jutni. A kedves nézőknek is nagyon szépen megköszönöm a figyelmet. Holnap is jelentkezünk, Önök Mics Marcit hallották, további jó tévénézést kívánok Önöknek.